Györfi Kristóf és Bakos Bálint után a szombathelyi Vívó Akadémia újabb versenyzője jutott el korosztályos világversenyre. Bende Bence a Mariborban rendezett kadett Európa-bajnokságon szerepelt a magyar válogatott tagjaként, ahol egyéniben és csapatban is pástra léphetett. Ez azt jelentette a klub életében, hogy harmadik versenyző már, aki nemzetközi versenyre kijutott. Ez természetesen egy nagyon nagy siker, és ennek következtében gondolom, hogy ez is hozzájárul ahhoz, hogy a város vezetése úgy döntött, hogy egy vívóterem fogja jutalmazni a munkánkat. Bende Bence felkészülését, versenyzését Mandula gyulladás hátráltatta, így hiába tett meg mindent a siker érdekében, egyéniben nem került be a legjobb 32 közé. Bár a több mint 100 fős mezőnyben elért harmadik helyezését nem kell szégyelnie. Csapatban remekelt a szombathelyi Vívó Akadémia kitűnősége, és aktív részt vállalt a gárda bronzérmében. A felkészülésem alatt betegséggel küzdöttem, szóval ez nagyon megnehezítette ezt az időszakot, de és az egyéniben is meglátszódott. De aztán a csapatversenyen minden megtérült, és nagy öröm volt, hogy harmadikak lettünk a csapatversenyen. Bende Bence jelenleg a második helyen áll a kadett vívók hazai ranglistáján, így minden esélye megvan arra, hogy bekerüljön a korosztályos világbajnokságon induló magyar válogatottba. A VB-t április 1-től az üzbék fővárosban, Taskentben rendezik majd.